Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztésekért dolgoznak, Szekszárdra látogatott a Dél-Dunántúli régió kormánybiztosa. Szolár Zoltán nyerte az időközi választást Szekszárdon. Többen azt szeretnék, hogy a lakóhelyük fejlesztéséért dolgozzon. Takarékosság. Az önkormányzatok minden lehetőséget kihasználnak. Gyakorlatoztak a kutató-mentő kutyák. Heti 2-3 tréninggel tartják karban a különleges ebeket. Bőven van munka, még Szekszárdon is. Erről beszélt a Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Móring József kedden látogatott el a tolnai megyeszékhelyre, ahol Horváth István országgyűlési képviselővel és a városvezetőivel tárgyalt. Kiemelte, az ország ezen területe több szempontból is a legrosszabb mutatókkal rendelkezik. Ezt a hátrányt le kell dolgozni. Szekszárd alpolgármestere fogadta Móring Józsefet. A Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos kedden érkezett a tolnai megyeszékhelyre, ahol hosszasan tárgyalt Horváth Istvánnal, a térség országgyűlési képviselőjével és a település vezetőivel. Gyurkovics János azt mondta a tárgyalás után, hogy mások mellett Szekszárd vízgazdálkodási rendszeréről is tárgyaltak, és a tervek szerint a település határában egy új tározót alakítanak majd ki. Szekszárd domborzati viszonyokból adódóan itt vannak olyan időszakok, amikor gyorsan ki kell vezetni a vizet, és vannak olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon jó lenne megtartani, és hát természetesen ezáltal víztározók öntözési lehetőségeknek a bővítése, amivel biztonságos termelést tudnánk megvalósítani. Dr. Gábor Ferenc, Szekszárd jegyzője arról beszélt stábunknak az egyeztetést követően, hogy a témák között mások mellett kiemelt helyen szerepelt a tolnai megyeszékhely úthálózatának fejlesztése és kerékpárutak létrehozása. Tájékoztatok arról, hogy a meglévő kerékpárutakhoz szeretnénk a város kerékpárútjaival csatlakozni, így a Paksol tolnán keresztül érkező kerékpárútról szeretnénk csatlakozást kialakítani, illetve a Sió megvalósult kerékpárút hálózathoz szeretnénk csatlakozni, és a déli városrészben pedig a Szálka bekötő útra szeretnénk rácsatlakozni kerékpárútra. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője nem sokkal a találkozó után arról beszélt, több olyan fejlesztésről is sikeresen tárgyaltak a kormánybiztossal, ami nem csak Szekszárd, de a régió érdekeit is szolgálja majd. A Tolna megyei kórházban lévő infrastruktúrális fejlesztéseket végigbeszéljük, aminek van egy rövid távú része a 2026-ra elkészülő szülészeti nőszati blokk, illetve az egész kórház működését meghatározó kórház tömbösítési elképzeléseknek a bemutatása, és ebben kértük kormánybiztos úr segítségét, hogy ezt ő is képviselje maga csatornáin. Móring József kiemelte, a Dél-Dunántúli régió több szempontból is a legrosszabb mutatókkal rendelkezik Magyarországon. Ezt a hátrányt kell ledolgozni. Ebben a folyamatban elengedhetetlenül szükséges az, hogy azok a beruházások, amelyek elkezdődtek, illetve megtervezésre kerültek, de forrás hiány miatt nem kezdődtek el, Szekszárd városának tekintetében ezek mi hamarabb elindulhassanak. A Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos a nap során más településvezetőkkel is egyeztetett, így járt például Tolnán, Faddon és Bogyiszlón is. Szolár Zoltán a Fidesz-KDNP jelöltje lesz a szekszárdi 4-es számú választókerület önkormányzati képviselője. A körzet lakói legtöbben azt szeretnék, hogy a nyertes jelölt a lakóhelyük fejlesztéséért dolgozzon. Szekszárdon a vasárnapi időközi választáson a Fidesz-KDNP jelöltje Szolár Zoltán aratott győzelmet a megyei jogú város 4-es számú választókerületében. A szavazatok közel 60%-át szerezte meg. A kerületben 2745 választásra jogosult volt, közülük este 7 óráig 1182-en tették le voksukat. Stábunk a lakosság véleményét is megkérdezte arról, hogy mit szólnak az eredményekhez. Én Szolár Zoltánra szavaztam. Egyrészt, mert emberileg is megfelelő, alkalmasnak tartom maximálisan, biztos nagyon sokat fog tenni a körzetünkért. Többen azt szeretnék, hogy a nyertes jelölt a lakóhelyük fejlesztéséért dolgozzon. Annak örülnék a legjobban, hogyha egy kicsit jobban odafigyelnének, főképpen télen az utakra,
az ilyen helyekre, mint például itt van 60 darab lépcső, amin föl kell jönni. Vannak, akik nem csak a körzetben, de az egész városban azt várják, hogy felgyorsulnak a fejlesztések. Nincs Szekszárdon strand, ahova én elmehetnék reggel egyet úszni. Igaz, 85 éves vagyok, de sok évig sportoltam, sok évig kerékpároztam, és ennek kiegészítője volt, hogy reggel elmentem egy jót úszni, egész nap felfrissültem, egész nap, és 5 éve, vagy 6 éve nincs Szekszárdon strand. Szoller Zoltán a jövőben többek között azon szeretne dolgozni, hogy körzetében több parkolót alakítsanak ki, továbbá útfelújítás, illetve játszótér korszerűsítés és gyalogátkelőhely kialakítása is szerepel a programjában. Az önkormányzatok számára komoly kihívást jelent az energiaárak emelkedése. A lehetőségeik kihasználásával arra törekszenek, hogy a kormányzati előírásoknak megfelelően minél többet spóroljanak. Van, ahol több intézményt bezártak, illetve összevontak. Nagymányokon például hosszabb távú tervek is kialakulóban vannak egy térségi energiatároló kialakítására. Állandóan ugyanazt az értéket mutatja a villanyóra a Cikói könyvtár falán. Az épületet ugyanis most nem használják. Átmenetileg ugyanezt történik a helyi tájházakkal, a sportpálya öltözőjével is. A képviselőtestület mások mellett ezeket az intézkedéseket hozta meg, hogy takarékoskodni tudjanak. Az ingatlanokban őrlángon megy a fűtés, a szolgáltatásokat pedig egy helyre költöztették. A művelődési házunkban próbálunk minden programot szervezni. A művelődési házunkon napelem található, ami biztosítja a fűtést is, meg az áramellátást is, úgyhogy ez az egy épület, amit használunk. Cikón előre menekülnek, az óvodában is már korábban elvégezték az energetikai korszerűsítést. A polgármesteri hivatalban pedig most megváltoztatták a munkarendet, hogy ezzel is takarékoskodjanak. Péntekente home office dolgoznak a kollégák, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap akkor le van kapcsolva a fűtés. Az energia óvatos felhasználására korábban a kormány kérte az önkormányzatokat. A cél, hogy nagyjából 15%-ot spóroljanak az állami és önkormányzati fenntartású épületeken az idei téli szezon alatt. Nagymányokon rövid és hosszú távú elképzelésekkel kezelik az energiaválság hatásait. Bezárt például a sportcsarnok és a művelődési ház is. Azokat az intézményeket, amelyekben gyerekek vagy idősek töltik mindennapjaikat, továbbra is fűtik. Momentán csak tapogatózás van, úgy gondolom, nem csak az én részemről, hanem mindenhol. A polgármesteri hivatalban bevezették a pénteki home office-t, a város közvilágításának fényerejét pedig felére csökkentették. Hosszú távon azonban egy másik koncepció van kialakulóban. Kalbéda szerint nagymányoknak megvannak az adottságai arra, hogy megoldást találjanak az energiaárak emelkedésének kezelésére. A tervek szerint a következő 15 évre képesek lesznek a kisebb térségben megtermelni az ingyen energiát. Energia közösség vagy egy energiaszövetség létrejöhessen egészen lokálisan, és csak egy ilyen havária csatlakozás lenne az országos hálózatokhoz. A kezdeményezés lényege, hogy több település összefogásával úgy termelnek villamos energiát, hogy megközelítően 50 órányi mennyiségre tároló kapacitást hoznak létre az egykori bánya területén. Mindehhez, mondja Karl Béla, arra van szükség, hogy jogszabályi környezet átalakuljon, mert ha ez bekövetkezik, akkor a kezdeményezés mintaértékű lehet az ország más kisrégiói számára is. Kezdődik a 133. országos énekes madáretetési szezon, amely november 2. felétől márciusig tart, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfőn. Azt írták, hogy a madarakat a közvélekedéssel ellentétben nem azért etetik ilyenkor, hogy azok életben maradjanak, erre természetesen emberi segítség nélkül is képesek. A cél alapvetően a saját gyönyörködtetésünk, amint egy 50 potenciális etető látogató madárfaj megfigyelése, emelték ki. Ugyanakkor az MME felhívja az emberek figyelmét arra, hogy a vízi madarakat ne etessék, mert ez tömeges pusztulásukat okozhatja. A közlemény szerint az etetők madárforgalma elsősorban a tél keménységétől, ezen belül is főleg a hótakaró vastagságától és tartosságától függ. Gyakorlatot tartottak a szekszárdi kutatómentők a Tolnai megyeszékhelyen. Az Egyesület a 3 kereső kutyának szervezett tréninget, hiszen fontos, hogy az ebek éles helyzetben is jól teljesítsenek. A csapat idén már több mint 40 bevetésen vett részt. A kihelyezési pontokat osztja meg Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület többi tagjával.
Épp a felderítésekben résztvevő kutyák edzését tartják a Tolnai megyeszékhelyen. Most is Szekszárd belvárosában lesz mind a három kutyánknak egy rövid személykövető tréning. Gyakorlatilag itt annyi történt, hogy reggel 9 óra magasságában kijöttünk, itt a felkért bújók, elveszett emberek fektettek úgymond nyomot nekünk, hamarosan kihelyezzük őket a nyom végre, és akkor a kutyákkal egy rögzített szagmenta alapján megpróbáljuk őket megkeresni. A gyakorlatot Jack, a legfiatalabb kutatókutya kezdte meg. Badacsonyi László elmondta, az ebeknek szükségük van arra, hogy hetente 2-3 alkalommal tréningezzenek, hiszen fontos, hogy az éles helyzeteknél maximálisan teljesítsenek. Az egyesület 2017-ben alakult, és ezzel egy hiánypótló szolgáltatás jött létre a térségben. Azóta nagyjából 150 esetnél segítették a hatóságok munkáját. Eleinte még csak évi 10-12 alkalommal volt szükség rájuk, ez a szám mára azonban már meghaladja a 40-et. Mancs, a 6,5 éves német juhász ugatással jelzi, hogy megtalálta a keresett szemét. Az egyesület elnöke elmondta, várják azokat az elszánt embereket, akik önzetlenül segítenének ezekben a nem mindennapi helyzetekben. De nem csak új tagokra, anyagi támogatásra is szüksége van a szervezetnek. Ez a kialakult gazdasági helyzetben, hogy finoman fogalmazzak, kétes az, hogy a jövő évet végig tudjuk-e csinálni. Én nem gondoltam volna az elmúlt 5 év tapasztalatából, hogy ide eljutunk. Most azon a szinten vagyunk, hogy azt kell eldöntsük, hogy a kutyáinknak adunk-e enni és gyógyszert, vagy tankoljuk az autót. Minden forint számít, így aki szeretné és tudja támogatni az egyesület munkáját, megteheti azt. Anyagi hozzájárulást az alábbi bankszámla számra utalhatnak, de bárki felveheti a kapcsolatot az egyesülettel, ha más módon szeretné segíteni a szekszárdi kutatómentő szolgálat életben maradását. A Tiszától a Balatonig addát a biztonság stafétáját elnevezéssel indította 5 megyés bűnmegelőzési projektjét a rendőrség. Tolna megyében az időseket célozta meg a kezdeményezés, az internet rájuk leselkedő veszélyeiről tartottak több helyszínen előadást számukra. A stafétát közel 9 kilométeres futást követően vették át a Somogy megyeiek a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetőjétől. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője Huszti Gábor rendőr alezredes indult útnak, a Tiszától a Balatonig addát a biztonság stafétáját elnevezéssel indított 5 megyés bűnmegelőzési projekt zászlójával, hogy átadja azt Somogy megyei kollégáinak. A programsorozat még szeptemberben vette kezdetét Szegeden, amelyben minden területi egység a megye sajátosságait figyelembe véve egy-egy kiemelt téma köré szervezte saját programját, ismertette a rendőr alezredes. Tolna megyében a tudatosság jegyében internetbiztonsággal kapcsolatban az időseket kerestük meg, és itt a programban több mint 2 héten keresztül rengeteg klubban és idősek szerveződéseinek tartottunk előadást arról, hogy ők milyen módon tudják megvédeni magukat az internetes bűnözőkkel szemben. Tolnában olyan sikeresnek mutatkozott a rendőrség kezdeményezése, hogy azt a program zárultával is folytatják a megyében. A projekt staféta átadása a somogyi befejező állomás részére nem hiába szerveződött a mozgás köré, tudtuk meg az alosztályvezetőtől. A sportra is és a sportolás fontosságára, illetve bűnmegelőzési szerepére is szeretnénk felhívni a figyelmet, ezért Tolna megye Somogy megye irányában legszélső városából, innen Dombovárról futva fogjuk eljuttatni ezt a stafétát Kaposvárra, Somogy megyei rendőrfőkapitányság épületéhez. A stafétát a somogyiak, akikhez amatőr sportolók és rendészeti szakközépiskolás diákok is csatlakoztak, a két megye határában lévő Csoma településen vették át a Tolna megyei rendőrfőkapitányságot képviselő futótól. Bonyhád város önkormányzata egy programmal kedveskedett a helyi gondozási központ 50 éves jubileuma alkalmából az intézmény korábbi és jelenlegi dolgozóinak. A Percel kúriában zajlott ünnepségen egyúttal a szociális munka napja alkalmából is köszöntötték a jelenlévőket, sőt, az önkormányzat által alapított Molnár Józsefné díjat is átadták, idén Sebestyén Orsolya részesült elismerésben. Az intézményvezető a díj átvétele után azt mondta, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a polgármester asszony és a képviselőtestület méltónak találta az elismerésre. Hozzátette, hogy ez a díj nem csak neki, sőt, leginkább annak a csapatnak szól, akikkel együtt dolgozik nap mint nap.
regionális híreink következnek. Földrengés rongálta, most megújult. Átadták a pécsi Líceum templomot. Karcsúsított menetrendet akarnak Pécsen. Pénz és sofőr hiány miatt lépne a szolgáltató. Hagyományok és adományok. Mártonnapi mulatságot szerveztek hétvégén több balatoni településen. Ünnepi szentmise keretében adták át a horvátországi földrengés következtében megrongálódott pécsi Líceum templomot. A csaknem két évig zárva tartó, a pálosok tulajdonában lévő szakrális épület mintegy 100 millió forintból, javarészt kormányzati forrásokból újították fel. Az ünnepi szentmisét Bíró László nyugalmazott tábori püspök celebrálta, majd az épületet Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át hivatalosan. 2020 év végén földrengés rázta meg Horvátországot, mely Pécsett is városszerte érezhető volt. Ennek következtében a Király utcában álló Líceum templom is belső károsodást szenvedett. A falakon vakolatrepedések, a freskókon sérülések keletkeztek. A balesetveszély és a felújítás miatt csaknem két évig zárva tartott a Magyar Pálosrend tulajdonában és lelkipásztori ellátásában lévő templom, amit mintegy 100 millió forintból, javarészt kormány források, adományok és a biztosítási kártérítés segítségével újítottak fel. Az ünnepi szentmisét Bíró László nyugalmazott tábori püspök celebrálta, majd azt követően a szakrális épületet Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át hivatalosan. Csodálatos lett a templom, azt kell mondanom, és mindenképp üzen a jövő fele biztatásként, hogy annak ellenére, hogy mennyi nehézség sújtotta, akár Pécs városát is az elmúlt egy évezredben, mennyi pusztulás volt, mégis újra kezdődött az élet, most pedig ebben a nehéz időszakban is biztos, hogy küzdelemre lesz szükség egyik oldalról, de másik oldalról biztos vagyok, hogy talpra fogunk állni, és ugyanúgy meg fogunk erősödni. Pécsiek is, magyarok is szerte az országban, illetve a Kárpát-medencében egyaránt. A magyar kormány 2019-ben indította el az alapító halálának 750. évfordulója kapcsán a Boldog Özséb programot. Annak keretében jelentős támogatást biztosított a rend infrastruktúrális fejlesztéseihez, kulturális tevékenységéhez. A pálos rend, ahogy Bíró püspök úr a szentmisén megfogalmazott gondolataiban is kiemelte, a hungarikumok körét, a nemzeti értékek körét gyarapítja, de a pálos rend tevékenysége is Pécsen is igen komoly értéknek számít, ezért is örülhetünk annak közösen, hogy egy széleskörű összefogást létrehozva, egy nagy közösséget alkotva sikerült azt elérni, hogy ez a templom a magyar kormány kiemelt támogatásával megújulhasson, és ismét a pécsiek a hívek előtt nyitva lehessen. A napjainkban lengyelországi központtal működő pálosrend magyarországi tartományának székhelye Pécsett van. Emellett Budapesten, Márianosztrán, Pálosszentkúton és Hargitafürdőn működtetnek rendházat. Csökkenteni kell a járatok számát, mert nincs elég pénz és sofőr a jelenlegi menetrend teljesítésére. Ez derült ki a Pécsi Városfejlesztési és Kommunális Bizottság ülésén. Apróbb változtatásokról van szó, a járatszám karcsúsításáról, mondta a bizottság előtt a buszközlekedést bonyolító cégvezetője. Az ÖPE képviselője szerint érthetetlen, hogy jutalmakra, megbízásokra ad pénzt a baloldali városvezetés, azonban a pécsieken spórolni akarnak a buszok csökkentésével. A járatok csökkentését, a pécsi buszmenetrend változtatását tárgyalták a Városfejlesztési és Kommunális Bizottságban hétfőn. Az elképzelések alapján azok a járatok nem közlekednek majd, amelyeken az utasszámlálás alapján nagyon kevesen utaznak, hangzott el az ülésen. Ennek két fő oka van, tudtuk meg a buszközlekedést végző cég vezetőjétől. Sem buszvezetőnk nincs annyi, autónk, buszunk van egyedül, abból van, abból dögivel van, de buszvezetőből nincs, és pénzünk sincs. Pénzünk a gázolajra és az egyéb dolgokra. Csak annyi van, amiből ezt a jelenleg
egy kicsit, hogy mondjam, karcsúsított menetrendet, ami nagyon picit karcsúsított. Tehát ezt mindenki szeretne egy kicsit karcsúbb lenni, és mi is ezt szerettük volna elérni. Csak az üzemanyag árak miatt havonta 100 millióval került többbe a pécsi helyi járatok közlekedése. Ehhez jön még a sofőrök alacsony száma, ezért kell optimalizálni a járatokat, mondták a bizottsági ülésen. Az ÖPE képviselője szerint rá kell bírni a baloldali városvezetést, hogy a pécsieknek fontos dolgokra költsön, ne másra. Ne a haverokra, ne a sportügyi biztosra, ne a megemelt cégvezetői fizetésekre, ne jutalmakra, a holdingra, ne különféle biztosokra, tanácsnokokra, és főleg ne eredményt nem produkáló ügyvédi költségekre, hanem ezekre a fontos városi közszolgáltatásokat, minden embert érintő kiadásokat tartsa szem előtt. Sajnos vezérigazgató úr sem jár sikerrel a tüke oldaláról, mi sem járunk sikerrel. Berényi Zoltán azt mondja, hiába hozzák ezt szóba rendszeresen a közgyűléseken, nincs változás. A most javasolt karcsúsított buszmenetrenddel az idei hátralévő őszi időszakban 7,3 millió forinttal kerül kevesebbe a buszközlekedés. Ez olvasható a képviselők elé kerülő előterjesztésben, amit kedden tárgyalhat a pécsi közgyűlés. Márton napi mulatságot szerveztek hétvégén több balatoni településen. Balatonszárszon és Balatonszemesen is egésznapos programokkal várták az érdeklődőket. A szervezők libás ételekkel és jótékonysági süteményvásárral is készültek. Interaktív játszósarok, sütemények, libás ételek, kézműves termékek és sörkülönlegességek is várták az érdeklődőket Balatonszárszón. A hagyományteremtő szándékkal szervezett Dínom-Dánom már második alkalommal szórakoztatta a balatonszárszóiakat. Amiért fontos ez a rendezvény és másabb, mint a többi, egyrészt, hogy nyilvánvalóan hagyományteremtésként kezdtük el szervezni, és nyilvánvalóan, hogyha nem lennének itt a helyi és környékbeli termelők és árusítók, akkor nem is tudtuk volna ezt a rendezvényt megszervezni, úgyhogy ezért is értékes szerintem ez a mai napi rendezvény. Az egyik különlegességnek számított a forralt sör, amelyet egy közeli vállalkozás kínált a vendégeknek. Szerettünk valamivel előrukkolni úgy is, hogy hát a téli időszakban, mert ugye nem mindenki isz a hideg sör télen, és hát ezt találtuk ki, igazából hallottuk így piacokon, meg rendezvényeken, ahova jártunk, hogy miért nem csinálunk forralt sört, utána jártunk, otthon kipróbáltuk kicsibe, és hát azóta visszük magunkkal, úgyhogy szeretik. Jó! Balatonszemesen is egésznapos programokkal ünnepelték Márton napját. 12 csapat versenyzett a meghirdetett főzőversenyen mindenféle étellel. Ez egy vörösboros libaragú, ami libacomból készült, pici gomba van benne, kakukkfű, pici méz, vörösbor, balzsamet. Az iskolai szülői munkaközösség szervezte az egésznapos programot, amelyen nem csak a gyerekek és szüleik vettek részt. Nagyon sokan kijönnek, az egész falu megmozdul, és nagyon sok, nagyon finom ételt készítenek. Vannak libás ételek, vannak gulyásleves, töltött káposztától elkezdve mindenféle. Plusz a szülők szoktak sütni süteményeket, akkor sütivásárt is tudunk csinálni, úgyhogy ez egy ilyen egésznapos rendezvény, ahol részt vesz az egész falu. A résztvevők számára fontos volt a jó hangulat, a rendezvény közösség megtartó és formáló szerepe. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna-megyei híreinket még egyszer röviden. Fejlesztésekért dolgoznak, Szekszárdra látogatott a Dél-Dunántúli régió kormánybiztosa. Szoller Zoltán nyerte az időközi választást Szekszárdon. Többen azt szeretnék, hogy a lakóhelyük fejlesztésért dolgozzon. Takarékosság. Az önkormányzatok minden lehetőséget kihasználnak. Gyakorlatoztak a kutató mentőkutyák. Heti 2-3 tréninggel tartják karban a különleges ebeket. Szerdán délnyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, és sokfelé kell gyenge esőre számítani. Gyenge marad a légmozgás is. Éjjel kelet felé elvonul a napközben áztató csapadékmező. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!